Szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak, remélem jól látszom, jól hallatszom az éterben. Azt nézem, péntek van megint, egyre gyorsan telik az idő. Fizu nap van, biztos tudjátok, péntek. Az jó dolog, minden pénteken fizetés. Remélem ez jó hír. Na, akkor elérkeztünk, nézem a puskám harmadik részhez, online teremtés harmadik rész. És kaptam egy felkérést egyik munkatársunktól, hogy beszéljek már ma reggel a közösségépítésről. Na most tényleg nagyon fontos téma, mert aki el akar kezdeni online teremteni, az hiába csinál bármit, hiába van jó weboldal, meg hírlevél küldő, meg elkapó, meg minden, ha nincs kit elkapni, ha nincs kinek kommunikálni, ha nem találják meg az embert, akkor minek hiába van. Tehát nagyon-nagyon fontos része a rendszernek a közösségépítés. Na most a közösségépítés közösségi oldalakon történik online, hát ez lehet ugye bármi. Mi főleg a Facebookon, Instagramon építkezünk, de lehet LinkedIn-en, vagy ugye mi használunk YouTube marketinget is, én nagyon szeretem. De még a fő csapás irány, bármennyire is sokan szidják, a Facebook. Ez addig így is lesz, amíg a fiatalok, illetve te, remélem te is fiatal vagy, hogyha előveszed az okos telefonodat, akkor a Facebookon szinte minden nap vagy valamennyi időt. Írjatok már be, légy egy kommentet, hogy ki az, aki szokott a Facebookon lenni legalább 10 percet egy nap. Minimum 10 percet, vagy többet. Ugye, akik hálózatépítéssel foglalkoznak, tehát csoportépítéssel, azok elég sokat töltenek fönn a Facebookon posztolással, illetve hát én legalábbis minden reggel majdnem egy óra hosszát szólok hozzátok, tehát csoportépítést csinálok. Na most, ha a csoportmarketinget nézek, akkor ugye réspiacnak kell kommunikálni. Ez az első, amit föl kell fogni. Írjatok föl, hogy réspiacnak kell egy csoportot csinálni. Csoport mellé érdemes rendelni egy oldalt is, és akkor már rögtön van ugye három olyan felületed, ahol tudsz kommunikálni, úgy, hogy nem spamelsz. Ezt most így nagyon lassan fogom mondani ma is, mert ugye még mindig látunk, meg gondolom ti is tapasztaljátok, hogy folyamatosan keresnek meg benneteket üzleti ajánlatokkal, amit nem szeretnek már az emberek, sőt, kifejezetten utálnak. Tehát, hogyha ez a jelenség így van, akkor mi se spameljünk, hanem vonzás marketinget, a csoport marketing tulajdonképpen az, hogy vonzás marketinget csinálunk, közösséget építünk. És arra kérek benneteket, hogy írjátok már föl magatoknak, hogy ki a ti saját réspiacotok. Mindig tudni kell, hogy mi a réspiac, hogy ki az, aki, tehát a maga a réspiac mit csinál, mi a problémája a réspiacnak, és te hogyan tudsz adni nekik megoldást. És akkor ezt, ha így tudod, akkor csinálj egy olyan Facebook csoportot, ahol, és adjál neki egy frappáns nevet, ahol egy bizonyos problémára adsz megoldást. Mi lehet ez? Hát ugye ez egy jó szlogen legyen. Például az elfogyott a névlistád, azt én gyorsan kilőttem, az egy elég jó szlogen, mert arra sarkalja az érdeklődőt, aki foglalkozik egyáltalán névlista építéssel, hogy mi van akkor elfogy, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy már nincs kit megkeressek. És ezért érdemes volt nekem egy olyan oldalt csinálnom, hogy elfogyott a névlistád. Vagy ugye az online teremtés is valamit sugal, hogy online, meg teremtés, tehát valamit csinálni, valamit alkotni, és ezért ilyen népszerű az oldal, mert azért van, aki ugye szeretne építeni üzletet, vagy bármit teremteni online, és akkor ő szívesen csatlakozik hozzánk. Nem kifejezetten, hogy mondjam,
De nem biztos, hogy aki csatlakozik majd a csoportodba, az mindenki az üzlettársad lesz. Tehát ennek van egy száma. Általában 10%-a csatlakozik hozzád az üzlethez egy bizonyos csoportba. Ez egy ilyen szám. Hogyha jó a kommunikáció, lehet több is, de általában 10%-a az, aki be is regisztrál hozzád. De ez nagyon jó szám, azért tudjátok. Azért, mert ezek a direkt frontjaid lesznek, és utána az ő általuk behozott emberek, ha ők is ugye csinálnak csoportmarketinget, nagyon nagy létszám tud lenni. Ezért nagy a mi csoportunk tulajdonképpen, mert exponenciálisan nő a csoportnak a kommunikációja, meg a csatlakozások is. Ez a titka tulajdonképpen, és hogyha neked megvan a saját csoportod, akkor el kell látni tartalommal. Na most az előbb, mielőtt még rátérnék a tartalommal, ugye mondtam, hogy három ilyen felületed van már akkor, amit tulajdonképpen megtölthetsz tartalommal. Egyik az a saját profil oldalad, amibe tudsz tenni jó dolgokat, akkor van a csoport, amit megcsinálsz, meg ehhez kapcsolódó oldal. Az oldal meg a csoport között gondolom tudjátok, mi a különbség. Most ezt nem fogom ecsetelni. A lényeg az, hogy legyen meg ez a három felület. És akkor el kell kezdeni megtölteni tartalommal. Na most a tartalom az mindig egyenlő értékadás. Tehát írjátok fel, hogy tűnj ki a tömegből. Tehát ki kell tűnni a tömegből, többet kell adni, mint amennyit elvárnának tőled. Na most, hogyha megcsinálsz egy csoportot, akkor hát ugye addig ne csábíts oda senkit, tehát ez először zárt legyen, míg nincs benne tartalom. Mert hogyha rögtön elkezded reklámozni, akkor oda mennek az emberek, de nem tudják, hogy mi van ott. És olyan, mint hogyha egy piac térre kihívnád az emberek, de nem lenne árus. Hát lehet, hogy többet nem akarnak oda menni az emberek. Tehát azért 8-10 olyan értéket adó tartalom legyen, amire szívesen visszamennek az emberek. Mi legyen ez? Mindig unásig fogom mondani, egy pici probléma feszegetés és megoldás a te nézeteid szerint. Problémafeszegetés, megoldás a te nézeteid szerint. Na most maga a tartalomnak a technikája többféle lehet. Lehet live-ban, tehát úgy, mint ahogy én is csinálom, hogy bizonyos időközönként kiteszel ilyen videókat, ahol elmondod a te nézeteidet egy bizonyos dologról. Nem muszáj olyan hosszút csinálni, mint én. Én azért csinálok ilyen 30-40 perces vagy 1 órás videókat, mert nekem ennyi szükségem van arra, hogy körüljárjak dolgokat, és akkor úgy elmondjak dolgokat. De valamikor így hirtelen eszembe jut napközben valami, és akkor gyorsan bejelentkezem, és egy 5-6 percbe vagy 10 percbe, mint egy bónuszként elmondom az érzéseimet, vagy hirtelen a tapasztalatokat. Na most meg fogok ma osztani veletek kulisszatitkok, titkokat, így főleg kommunikációba, amit én tapasztaltam, hogy milyen gyorsan meg lehet tölteni egy ilyen oldalt jó tartalommal. Ez a lényeg, hogy értéket adó tartalmat kell adni. Mindig ez a probléma és a megoldás körül megy a dolog, de tegyük föl, most tegyük egy picit gyakorlatilasabbá, beregisztráltál egy üzlethez, ahol van vagy termék, vagy szolgáltatás, és nézd meg természetesen, hogy az mire ad megoldást. Na most ne rögtön akar majd beregisztrálni embereket, hanem egy picit így háttér, tehát megvan az üzleted, és egy picit így háttérbe kell, vagy fölülről kell ezt az egészet nézni, hogy hogyan lehet oda eltalálni, te hogyan találtál el ahhoz a megoldáshoz, mert az üzlet és a regisztráció az mindig a megoldás. Neked a kereső fázisodat kell megmutatni az embereknek, és az a kereső fázis, ez egy
ez egy folyamatos keresgélés, hogy ezt is kipróbáltad, ezt is kipróbáltad, ez nem vált be, de még mindig kerestél, mert az, aki majd téged figyel, az pontosan abban a fázisban vagy, mint mikor elkezdted a kereső fázisban a megoldásodat. Tehát a kereső fázisban lévő embereket lehet bevonzani a csoportodba. Nem tudsz mást bevonzani, érdeklődők lehetnek, az egy dolog, de egy minőségi emberekkel teli csoport, tehát akik már majdnem igent mondtak, na ez az izgalmas. Gondolom, erre egyet értetek. Nézd meg, és ha kérlek benneteket, kommenteljétek, hogy te miért csatlakoztál az online teremtés csoportunkhoz ide? Vagy hogy keveredtél ide, hogy meghívott valaki, vagy beestél, nem is tudtad, hogy hogy vagy itt, vagy célirányosan te akartál ide jönni, megláttad, hogy hó, ez egy egész jó dolog lehet, vagy ajánlotta valaki, vagy a szponzorod mondta. Én is kíváncsi vagyok egyébként, tehát írjatok már ide ilyen kommenteket, és arra kérlek benneteket, hogy amikor így néztek engem, mert majd te is ezt fogod mondani majd a csoportodba, akkor legyen interaktív mindig. Tehát próbáljátok majd ti is, amikor videót csináltok a csoportba, vagy kommunikáltok, hogy válaszoljanak. Mert a csoportmarketingnek a lényege az, hogy ne csak te így osszad az észt, aztán nyomjad, hanem hogy minél hamarabb válaszoljanak neked a tehát kommenteljék, amiket te mondasz, mert a lényeg az, hogy az én energiám, tehát az előadó energiája, az találkozzon a hallgatóságnak az energiájával, hogy egymást tudjuk építeni, mert ha hiszitek, ha nem, ti ugyanúgy építetek engem, mint ahogy én próbálok benneteket építeni. Akármilyen furcsa, még ha nem is látom a kommentet, de látom mindig vagy a szívecskét felugrani, vagy most látom a lájkokat, tehát tudom, hogy itt vagytok. Sokkal könnyebb így dolgoznom. Látjátok, hogy föntebb emelődik az energia. És ez mind az, hogy valószínűleg a tetszikeket vagy a lájkot is azért nyomjátok, mert valami érték most is átmegy. Ezt mondom, kommenteljetek. Tehát mindig, amikor hallgatsz, tudatalatból hallgass, és akkor tényleg ez jó, és akkor odaírod. Mert ezt fogják látni a többiek is, és ők is fognak majd így kommentelni. Tehát nagyon-nagyon fontos az interaktivitás a marketingben, illetve a csoportkommunikációban, mert ezt kell majd elérni a hírleveleknél is, ezt kell majd, amikor a konferenciateremben már nagyobb tömeg előtt tartasz előadást, hogy kommenteljék, hogy éljen ez az egész dolog, mert az életben van az erő, az energia. Értitek? Tehát nagyon fontos ez. Közben nézem, mert elég sokan kommentelitek már. Jó, szuper. Oké, még egyelőre sziasztok vannak. Jó, tehát nyomjátok a kommenteket, és ha lehetséges, osszátok meg már most ezt a videót, akár az oldalatokon, mert ez is hozzátartozik, hogy minél szélesebb körben nézzék azt, amit mi most csinálunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Te is mondd majd azt, hogy amikor tartod az ilyen tréningeket, hogy osszátok meg az olyan emberek között, akikre úgy gondoljátok, hogy hatással lehet, amit ti szeretnétek kommunikálni. Én is szerintem most úgy kommunikálok, hogy azért egy pár szó azért elég sok embernek most be fog majd ugolni. Na oké, tehát csinálj egy Facebook csoportot, ahol elkezdesz egy 8-10 ilyen videót, képet, hanganyagot, tehát ami nálad bevált a tesztelések során így szépen berakni. Ne ilyen száraz tartalmakat hangsúlyozom, hanem ilyen megoldásokat. Na most többféleképpen lehet egy ilyen csoportba kommunikálni technikailag. Tehát vagy egy ilyen live-ot nyomsz, vagy pedig fölvételről, csinálsz egy kameráról, hogyha még esetleg bátortalan vagy, és akkor csinálsz egy fölvételt, úgy gondolod, hogy ez jó lenne lekommunikálni embereknek, és ezt töltöd föl a csoportba. Na most ez is jó, csak ezt kevesebben fogják látni,
nagyobb előmarketing kell hozzá, és hát ugye a live-ot azért csinálom én is mindig live-ba, ezt szeretik nagyon a Facebook algoritmusa, hogy ugye a friss azonnali információra harap a Facebook, és ezt így most jelen pillanatban ez nagyon jól működik. Na most nagyon-nagyon fontos, amikor már van egy weboldalad, akkor ha ott be van ugye egy videó már integrálva, tehát be van téve, akkor magát a weboldalnak vagy blogoldaladnak a linkjét is be lehet tenni a csoportba. Ennek egy az az értelme, hogy átirányítsa majd a blogoldaladra a bővebb információért az érdeklődőket. Eddig ez megy, tehát ez így tiszta, hogy ugye ott van a Facebook csoport, és oda szépen óvatosba, különböző technikákkal betenni videókat. Na most nagyon-nagyon fontos a Google-nek az egyik terméke, ugye a YouTube. A YouTube-nak az az érdekessége, hogy az oda föltöltött videók is egy idő után elég szép pénzt hozhatnak a konyhára, ha értéket adó videóid vannak, meg onnan linkeled majd úgyis be a weboldaladra, tehát mindenképpen legyen egy YouTube csatornád. Ugye minden egyes e-mail címhez, amit a Gmail postafiókodból csinálsz, jár hozzá egy YouTube csatorna is. Ezt gondolom, hogy tudjátok. Hitelesíteni kell a YouTube csatornát, hogy hosszú videókat is föl tudjatok tenni, de ebben most nem térek ki, szponzit megkérdezitek, illetve YouTube úgyis fog majd kiküldeni neked levelet, hogy ezt meg ezt csináld, és akkor hosszú videókat is föltehetsz. Ne tegyetek fel olyan videókat, ami nem a tietek, főleg ne olyan jogvédet, mert egy idő után megszüntetik úgyis. Na most azért fontos sok helyre betenni majd a videóitokat, mert ha véletlenül bármelyik platformon is törölnék őket, mert előbb-utóbb lehet, hogy valahonnan törlik, több helyen ott legyen, és a linkjeitekkel legyen ellátva minden videó, illetve ugye a hashtaggel, vagy a kettős kereszttel különböző szavakat, hogyha betesztek, akkor az is nagyon jó optimalizálja, mi a kereső optimalizálásban nagyon jó ez a hashtages történet, ez most vezette be ugye nemrégen az Instagram, de biztos látjátok, hogy nekem is minden egyes bejegyzésemnél, ha képet osztok meg, ha videót, ott van a hashtag, és akkor online teremtés. Tehát én ékezet nélkül írom be, és ha rákattintotok mondjuk erre az online teremtésre, akkor egy csomó online teremtési videó, meg a megosztott videók is ott lesznek. Ez egy vírus marketing. Azért fontos ezt tudni, mert lehet, hogy te azt hiszed, hogy kiteszel egy videót, és azt még nem látja senki, de egy idő után egyszerűen letörölhetetlenné válik. Tehát nekem vannak olyan videóim, amik már jó lenne nem lennének fönn, mert nem, már ideje múltak, és nem tudom egyszer letörölni őket, mert mindig valahol megjelenik. Egyszerűen, hogyha mondom, fölteszel valamit, akkor arra kérlek, lásd el ezekkel a hashtagekkel, meg mindenféle linkekkel, ami rámutat a te saját weboldaladra, mert előbb-utóbb rád fognak találni. Tehát nincsen, tehát létezhetetlen, hogy ne találjanak rád, és ne hívjanak föl utána, hogy fiú, ez jó, ez a történet, én szeretném ezt. Oké. Részletesen a különböző részekben ki fogok majd térni, hogy hogyan kell ezekre a csoportokba ugye forgalmat irányítani, majd ugye a weboldaladra is, különböző elkapókkal, meg hírlevelek, meg minden, ez nagyon érdekes téma lesz, remélem, hogy ti is úgy gondoljátok, csak ezt nagyon-nagyon részletesen így körben járom ezt. Az egyik barátom kiadott egy ilyen videót tegnap, hogy ő úgy gondolja, hogy túl sok információt ad át néha, és azért nem nagyon jó az. Ő már nem ad ki információt, csak akkor, hogyha fölhívják. Ez is egy érdekes dolog, de én még mindig azt tapasztalom, hogy kell az embereknek az info, és most tényleg kommenteljétek meg, hogy szerintetek ez hogy van, hogy jó, hogyha infót ad az ember, vagy nem kell ennyi infót adni, majd úgyis fölhívnak. Megsugom nektek, ha már sok infót kitettél, és utána mondjuk egy titkos infót akarsz, akkor működik ez. Én most épp Ágy Zoli barátom csinál egy ilyet. De hogyha kezdő vagy, akkor sok infót ki kell először tenned, hogy elérd azt, hogy fölhívjanak. Ugyanis,
az információ adja a milyen hidat, köztem és köztetek, hát a bizalmi hidat, ugye? Tehát írd föl, hogy az értéket adó információ az nem más, mint bizalmi hídépítés. És a csoportmarketingnek ez a lényege, hogy minél több embernek a háztartásába ott legyél. Hiányérzetük legyen, ha te nem vagy véletlen. Írjatok már ide kommentbe tényleg őszintén, és remélem, hogy írtok oda, hogy ha mondjuk hétfőn, mert ugye most péntek van, hogyha hétfőn én nem jelentkeznék be, nem adnék életjelet magamról, akkor hiányozná a tréning. Tehát, hogy följön egy 9 órakor, mert esetleg már hozzászoktak, vagy hozzászoktál ahhoz, hogy beleivódtam az életedbe, hogy reggeli kávé mellett esetleg nézed az én videómat, és hogy hirtelen nem lennék, akkor úgy, mi a franc van? Nálam ez már ilyen függőség, néhány embert hallgatok, én már hajnali 4 órakor kelek, általában, 3-4 óra fele, nem azért, mert kötelező lenne, hanem mert ilyen a bioritmusom, és én már akkor a mestereimet hallgatom, vagy akár személyesen beszélek velük, és megmondom őszintén, hiányérzetem lenne, hogyha valamelyiket nem érném el, mert mi lett vele? Tehát be kell, hogy az embereknek a élet ritmusába épülj. Ennek egy időintervalluma van, nem azonnal fogsz belépni, tehát akkor fogsz majd ezzel szembesülni, hogyha tudsz értéket adni. Azért sarkítom ki ennyire ezt. Mert volt már olyan megkeresés, hogy Vili, hát én nekem megvan a csoportom, már van is benne poszt, és akkor miért nem keresnek meg? Nem is működik ez. És akkor mindig mondom, hogy ha egy fogorvos például, menjél most egy fogorvosi, míg valaki megszerzi a fogorvosi diplomát. De számoljuk össze így együtt. Jó, gondolom, hogy el kell végezni egy orvosi egyetemet először, utána szakosítani kell, hogy valami gyakorlat kell hozzá, és mennyi idő kell, míg van valakinek egy saját fogorvosi rendelője. Van köztetek esetleg ilyen, akinek van a baráti körében fogorvos? Meg mennyibe kerül az egész? Tehát megvenni a készülékeket, meg széket, meg világítástechnikát, meg mindenféle, ami kell egy jó fogorvosi rendelőhöz. Meg ugye asszisztenst kell szerezni, meg mondhatom azt, hogy évek kellenek? A jó hír az, hogy neked nem kell évek, de az a 90 nap, az kell. Tehát ne várd azt, hogy kiraksz 8-10 blogot, és akkor már csapatostól jönnek emberek hozzád. Meg kell, hogy ismerjenek téged az emberek. A bizalmi híd az, tehát jól értem, vagy jól gondolom, hogy a bizalmat az könnyen el lehet játszani, de nagyon-nagyon nehéz megszerezni a mai világban, már hát kibe bíznak. Ráadásul volt egy-két olyan üzlet, ami befutcsolt, akkor még nehezebb a dolog. Nálam volt ilyen. Tehát én az első prioritás, az első fontossági szempont a bizalom kiépítése és a folyamatos megtartása. Na most visszatérve még a tartalomra, ami nagyon-nagyon fontos. Hogyha benn vagy egy cégnél, és teszteled a termékeket, akkor ott nagyon-nagyon sok tartalmat föl tudsz sorakoztatni. A fókusz az, ami nagyon-nagyon fontos. Írd föl magadnak, amire ráfókuszálsz, az fog megnőni, amire meg nem fókuszálsz, és nem teszel bele energiát, az meg meghal, eltűnik. És itt a fókusz a tesztelésbe kell, hogy legyen. Ha olyan termékes vagy, akik jól például ilyen kozmetikai cuccokat árulnak, vagy olyan táplálék kiegészítőid vannak, ami hirtelen változást csinál az életben, hogyha valami mellé használod, mint kiegészítő, vagy hogyha pénzügyi konstrukcióban vagy, mert van ilyen is, hogy milyen gyorsan lehet mondjuk a te cégednél realizálni a pénzt, vagy ha a pénzre akarsz egy picit rámenni, mint mi is szoktunk néha,
akkor a marketing rendszernek a tesztelését, hogy mit tapasztalsz, hogy hú, belépett hozzád valaki, rögtön kapsz 25 dollárt, ugye megvan az egy hónapos visszafizetési garancia, és hogy ez milyen jó, meg hogy nézd meg azt, hogy, mert ugye muszáj erről beszélni, hogy a marketing rendszer az miért tetszik neked a te üzletednél. Hogy például tegyük föl, hogy neked nem tetszik a binár rendszer. Akkor mondd el azt, hogy milyen jó, hogy most például ebben az üzletben nem binár rendszerben vagy, hanem egy unilevel marketingben, mert a direktjeid után milyen jól teljes mélységben kapsz pénzt, és nem muszáj ugye elveszni a binárban, mint sok esetben lehet látni, vagy ha jó binár rendszerben vagy, mert most nincs jó vagy rossz, hanem valami oknál fogva külön mondjuk a te binár rendszered, akkor azt el lehet mondani, hogy eddig ezt tapasztaltam, most meg mennyire jó ez, hogy ezt tapasztalom. De mindig úgy, hogy a te szemszögedből, hogy ne legyen az, hogy hú, a mi üzletünk a világ legjobb üzlete. Tehát nem ezt szabad mondani, azt majd a te saját követőd fog rájönni, hogy tényleg úgy van-e ez. Ráadásul sokan, ugye több üzletet csináltok, és legyen olyan kommunikációt, hogy miért csinálod mondjuk ezt az üzletet, vagy miért tetszett meg ez az üzlet, vagy miért csinálsz mondjuk két üzletet, vagy három üzletet, hogy mi az oka annak, hogy esetleg a weboldaladon van mondjuk több üzlet is. Tehát ezeket annyi fajta ilyen, most így jönnek föl a folderek a fejembe, annyi fajta ilyen tartalom tud lenni, ami érték lehet a kommunikációdban, hogy mindig, nem veszel ki magyarul soha a tartalommal. És szépen a csoportodba napi szinten minimum egy, de lehet több anyagot is felrakni, egy pici ötletet, és minél többen kommenteljétek most ezt a videót is, vagy ha te majd a csoportodba csinálod, buzdítsd a többieket a kommentelésre, és engedd meg, hogy ők is rakjanak föl anyagokat is. Itt van, egy picit meg kell, hogy álljak. Sokan csinálnak csoportot, és akkor oda behívnak embereket, és olyan emberek jönnek be, akik nem értéket adnak, hanem rögtön oda beszpemelik az ő üzletüket. Hát ez milyen rossz lehet, nem? Tehát, hogy csinálsz egy csoportot, és akkor tele van mindenféle más üzletnek a reklámjával. Nézzétek meg az online teremtés csoportba, nincs ilyen. Kezdettől fogva nem is volt. Természetesen moderációs, hogy mondjam, tehát ez jó moderátornak kell legyen, meg úgy kell beállítanod a csoportot. Ezt most nem mondom, hogy hogyan kell, megkérdezed a szponzort, de elmondom nektek, hogy nem is nagyon kellett, azt hiszem egyszer vagy kétszer volt az elején, de aztán rájöttek az emberek, hogy ide fölösleges beszpemelni, mert úgysem fog megjelenni. Nincs beszpemelés az online teremtés csoportba. Érdekes ez számotokra? Nincs spamelés a csoportunkba. Én még nem láttam olyat, hogy nagy üzleti ajánlatokat ide betett volna valaki. Van olyan csoport, tehát lehet olyat csinálni, én csináltam is, ahova a mi rendszerünkben, ha valaki építkezik, és mondjuk csinál valaki egy Janes oldalt, vagy egy bármilyen Skyverse, vagy bármilyen oldalt a mi rendszerünkkel, az beteheti oda abba a csoportba, mert látják az emberek, hogy te a rendszerünkkel milyen üzletet építesz. És ez megint egy nagyon szenzációs, mert ugye a magának a csoportnak is lehetnek különböző alcsoportjai. És erre majd úgyis rá fogsz jönni, meg mutatom majd az instrukciókat, mert például itt van az online teremtés csoport. Ez egy ilyen nagyobb rétegnek szól, ugye mindig a törcsért kell képzelni, hogy van a Facebook, ez a nagy város, a virtuális város, azon belül ugye szűkítjük a töltsért, egy csoport, ahova olyan embereket vonzunk be, akik a mi kommunikációnkra kíváncsiak. Tehát ezt most gondolom, hogy értitek, hogy ide olyan nem jön be, aki eleve nem szimpatizál mondjuk az online üzletekkel. Ide nem jön be olyan, aki mondjuk
a hajócsavar elméletével foglalkozik, mert mi köze van neki az online teremtéshez. De ide azok jönnek be főleg, akik benne vannak valamilyen üzletben, és szeretnék az ő üzletüket online kivinni az embereket, és nem tudják, hogy hogyan kellene. Tehát neked is a saját csoportodba, most az megint unásig mondom, ugye legyen meg az, hogy kinek adsz megoldást. És ugye, hogy szűkíted a csoport, ott lehetnek ilyen alcsoportok, ahol még szűkebb a dolog, és például ilyen a csoport ez, hogy MLM üzleted építése a Pure Village technikákkal, valami ilyesmi a csoportnak a neve, és oda már olyan tesztek mennek be, akik ezeket a rendszereket, amiket mi képviselünk, ezzel reklámozzák az ő üzletüket. De ez már egy szűkebb, megint egy szűkebb kör. Oké? Okay? Na most elég komolyan így körbe járogattam azt, hogy miért kell csinálni egy ilyen csoportot, mert innen majd irányíthatod át a weboldaladra, illetve a föliratkozó panelekkel a hírlevél sorozatokra az érdeklődőidet, akik a csoportban vannak bent. Gondolom, hogy unásig mondom ezeket a dolgokat, remélem már így jó beég így az agyatokba, és nagyon-nagyon fontos, hogy a következő lépést, amit majd hétfőn mutatok, hogy hogyan használd majd, ugye hírlevelekről lesz szó egyébként hétfőn, hogy hogyan használod majd a hírlevelekben például ezeket a videókat, vagy értékeket, mert bele lehet majd pakolgatni szépen a hírlevelekbe. Ha föl vagy nálam iratkozva, akkor most folyamatosan kapod ezeket a reggeli tréningeket, meg különböző ilyen írásokat. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a rendszerbe gondolkozzatok, és a rendszer része ez a csoportmarketing is. Oké? Na, hát elég régóta beszélek hozzátok, remélem, hogy úgy kedvet kaptál most már egy online csoportnak a létrehozására, és értéket adni a csoportba. Kezdjétek el mi hamarabb, mert oda fogod majd bepakolni a különböző értékeket, és főleg a weboldaladnak a linkjeit, ahol majd rá fognak találni a regisztrációs linkedre, és onnantól kezdve elindul majd a lavina, és meg fognak téged is keresni, hogy szeretnének regisztrálni. Oké? Okay. Na, hát ennyi lett volna az a reggeli tréning. Remélem, hogy tudtam nektek egy icipicit segíteni, és arra kérem benneteket, osszátok meg ezt a videót, tegyétek be akár a ti saját weboldalaitokra, és minél hamarabb juttassátok el más emberekhez is. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és találkozunk hétfőn a következő videóban.